Gyújtópont. És már is folytatódik a Gyújtópont, a Király Tamás vagyok, vendégünk pedig Szilágyi András, fizikus, biofizikus, a Szkeptikus Társaság alelnöke. Itt van velünk a vonalban, jó napot kívánok, üdvözlöm. Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Arról fogunk beszélgetni, hogy önök a különböző járvánnyal kapcsolatban megjelent álhírekkel, összeesküvés elméletekkel is egészen szkeptikusak. Mielőtt belemennénk a részletekbe, és mondjuk tételesen cáfolnánk azokat, amelyeket a járványtagadók, vírustagadók megfogalmazok, azt hadd kérdezzem meg, hogy a Szkeptikus Társaságnak alapvetően mindennel kapcsolatban szkeptikusnak kell lennie, vagy csak az úgymond hülyeségekkel? A Szkeptikus Társaság a tudományos szkepticizmust képviseli, és alapvetően az áltudományokkal vagy szemben vagyunk szkeptikusak. Azért kezdtem ezzel a felvezetőmet, mert gyakorlatilag itt ugye önök írtak egy cáfolatot azzal kapcsolatban, amit bizonyos magukat orvosnak hívó emberek mondtak a koronavírus járvánnyal kapcsolatban, és akkor aztán egyből a kommenteket elnézve meg kapják önök azt, hogy hát igen, de önök gyakorlatilag mindig mindent cáfolnak, és soha semmit nem hisznek el, tehát hogy itt rögtön az elején fontos azt leszögezni, hogy akkor önök tudományosan cáfolják azokat a tévállításokat, amik önök szerint tévesek. Így van, tehát mi a tudomány talaján állunk, tehát mi azt cáfoljuk, ami áltudományos, és a tudományosan megalapozott állításokkal szemben nem vagyunk szkeptikusak. Talán azért kényesebb egyébként ez a téma, mert ugye mi itt a Hit Rádióban azt az alapelvet követjük, hogy a különböző összeesküvés elméletekről nem számolunk be, illetve nem is vitatkoztunk vele eddig, hanem mindig a járvánnyal kapcsolatos tájékoztatásokra helyeztük a hangsúlyt, tehát mindig elmondtuk azt, hogy mondjuk éppen most milyen intézkedések vannak érvényben, pont azért, hogy ne zavarjuk össze a hallgatóinkat. És nagyon érdekes, hogy a mi saját hallgatói körünkből is ugyanakkor meg rendszeresen kaptunk olyan üzeneteket, hogy igenis fontos lenne bemutatni a másik oldalt, meg igenis nagyon-nagyon sok kérdés van a járvánnyal kapcsolatban és a járványnak a valódiságával kapcsolatban. Most akkor én néhány ilyen állítással szeretném szembesíteni, és ha ezekre reagálna, akkor nagyon megköszönném. Az első az az, amit ugye talán a leggyakrabban mondanak, hogy valójában ez a járvány ez egyáltalán nem veszélyesebb, mint egy influenza járvány, és valójában ez a járvány ez csak arra jó, hogy az emberekben félelmet keltsen, hogy korlátozni lehessen az ő szabad mozgásukat, és fel van fújva ez az egész. Erre mi a reakció? Igen, ezt valóban én is nagyon gyakran hallom, az influenzával való összehasonlítást, hogy ez valójában nem súlyosabb, mint az influenza. De ha megnézzük a tényeket, akkor azt látjuk, hogy ez többszörösen, több okból is téves. Egyrészt, hogyha megnézzük a halálozási arányt, az influenza halálozási aránya, a fertőzöttek számához viszonyítva, ez a 0,1% körül van, bár ez is vitatott, vannak olyan szakemberek, akik szerint ez alacsonyabb. Ugyanakkor az új koronavírus okozta megbetegedésnek a halálozási aránya a jelenlegi legjobb estések szerint 0,6-0,7% körül van. Tehát ebből látszik, hogy ilyen 6-7-szer rosszabb az influenzáinál. Persze ez országonként változó, tehát az országnak az életkor összetételétől, illetve az egészségügyi ellátás színvonalától függően. Van, ahol ez magasabb, van, ahol ez alacsonyabb. Ugyanígy a hospitalizáció, tehát a kórházba kerülési arány szintén magasabb az influenzánál, és az influenza vírus az nem olyan fertőzőképes, tehát a koronavírus az sokkal fertőzőképesebb és gyorsabban terjed a népességben, mint az influenza. És meg azt is el lehet mondani, hogy az új koronavírus okozta megbetegedés, nagyon gyakran okoz olyan maradvány tüneteket, amelyek még a gyógyulás után is több hónapig még észlelhetőek, amelyeket az influenza nem okoz. Szoktak mondani egyébként halálozási számokat, tehát szoktak például arra hivatkozni, hogy Magyarországon évente több ezer ember, akár 4-5 ezer ember is meghal influenzában, még ugye a koronavírus eddig azt hiszem, hogy 640 valamennyi halálesetet okozott. De hát ez azért van, mert
a koronavírus még eddig nem terjedt el annyira, most már azért terjedőben van, de ha megnézzük például az Egyesült Államokat, ott évente az influenzában elhunytak számát olyan 12 és 61 ezer közöttére becsülik, és ezzel szemben koronavírusban már eddig 200 ezeren haltak meg. Tehát ebből is lehet látni, hogy valóban az influenza jóval kevésbé súlyos, mint a koronavírus. És akkor, amikor viszont halálesetekről beszélnek, akkor meg gyakran azt mondják azok, akik a másik oldalon vannak, hogy igen, de ezek az adatok valójában eltúlzottak, és valójában nem is a koronavírusban halnak meg, hanem a különböző szövődményes betegségekben, miközben igaz, hogy fertőzöttek koronavírussal, de nem ez okozza a halált. Azok az orvosok, akik kitöltik a halotti bizonyítványokat, szerintem ők meg tudják ítélni, hogy mi volt a halálnak a fő oka. Természetesen a többféle betegség is hozzájárulhat ehhez. De talán ennél beszédesebb az, hogyha megnézzük, hogy átlagosan hány évet veszítenek azok, akik koronavírus következtében, vagy koronavírus megbetegedéssel együtt halnak meg. És erre volt egy tanulmány Angliában, ahol ezt a kérdést vizsgálták meg, és ott azt kapták, hogy a férfiak 11 évet, a nők pedig 13 évet veszítenek azzal, hogyha a koronavírusban halnak meg. Hm. Ez a szám azt hiszem elég sokat mondó. Tehát valóban az elhalálozottaknak a nagy részének vannak különböző betegségei, de ezek nagyon gyakran olyan krónikus betegségek, mint például magas vérnyomás. Hetem az van, hogy végstádiumú betegek halnak ilyenkor meg, hanem olyanok is meghalnak, akik még élhetnének akár évtizedekig. Például egy magas vérnyomás vagy egy elhízás az nagyban növeli az elhalálozás valószínűségét a koronavírus fertőzés esetén. Még egyébként ezzel együtt lehetne élni évtizedekig is megfelelő kezelés mellett. Aztán volt olyan levélírónk, aki egy New York Times cikket mellékelt nekünk, amiben azt írják, hogy az úgynevezett PCR tesztek, amire a kezdetektől alapozva van a pandémia, olyannyira pontatlanok, illetve túlérzékenyek, hogy a pozitívra tesztelt eseteknek 70, de akár 85-90%-ában is valójában negatívnak kellene lenniük. Ugye ez a másik dolog, hogy vajon ezek a tesztek mennyire megbízhatóak? És hogy van-e szükség egyáltalán a tesztelésre? Ezek a tesztek nagyon megbízhatóak, és én is olvastam ezt a cikket a New York Times-ban. Ott valójában azt feszegetik, hogy milyen érzékenységi küszöböt érdemes beállítani ezekhez a tesztekhez. Tehát ők azt mondják, hogy gyakran olyan kis kópia számban van jelen a vírus az illetőben, akit éppen teszteltek, hogy valójában az nem tudna fertőzni, és mégis a teszt pozitívnak mutatja ki, és ezáltal őt úgy kezelik, mint egy fertőzött. Most ezzel az okoskodással csak az a probléma, hogy ha valakiben találnak vírusokat, vagy vírus örökítő anyagot, akár kis mennyiségben is, az mindenképpen azt jelenti, hogy ő vagy egy fertőzésnek a kezdetén van, és egy-két nap múlva már lehet, hogy sokkal magasabb lesz benne a vírusnak a mennyisége, vagy pedig éppen gyógyuló félben van, és akkor már valóban csak valamiféle vírus törmelék van benne, és ezt mutatja ki a PCR-teszt. De ezt nem lehet megalapítani anélkül, hogy mondjuk egy-két nappal később újra teszteljék az illetőt. Tehát szerintem az nem lenne egy jó megoldás, hogyha a tesztnek az érzékenységi küszöbét felemelnénk, és azt mondanánk, hogy akiben csak kevés vírus van, akkor ezt tekintsük negatívnak, hiszen akkor ez kiesne a rendszerből, és nem tudnánk meg, hogy valójában mondjuk két nap múlva nem kezd el ezt fertőzni. De akkor elmondhatjuk azt, hogy a tesztre szükség van, a teszt az általában jó eredményeket is mutat, és hogy bízhatunk a tesztnek az eredményében, tehát hogyha mondjuk kétszer kijön a pozitív eredmény, akkor nagy valószínűséggel tényleg elkapta az adott ember a koronavírust. Így van, azt gondolom, hogy ez mindenképpen igaz. Ebben a cikkben is a szakemberek nem azt mondják egyébként, hogy emeljük fel az érzékenységi küszöböt, hanem hogy kvantitatív legyen a teszt, tehát ne csak az lány odaérő, hogy pozitív vagy negatív, hanem hogy mennyi vírus kópiát találtak benne, és ennek alapján kövessék aztán tovább az illetőt.
Az más kérdés egyébként, hogy mondjuk vannak-e olyan tesztek, amik alapvetően hibásak, és például lehetett azt olvasni, hogy Svédországban visszahívtak 3700 kínai gyártmányú PCR teszteredményt, mivel hamis pozitívak voltak, és lehet, hogy ez így elsőre nem tűnik soknak, de Magyarországon is lehetett például azt hallani, hogy bizonyos kínai gyártmányú tesztek azok meg nem a valós eredményt mutatják. Itt két különböző dologról van szó, amit Magyarországon lehetett olvasni, ez egy antitest alapú teszt volt. Az antitest alapú tesztek egy jó része az valóban kevéssé megbízható, és Magyarországon ilyen kínai behozott antitest tesztek kerültek forgalomba. Viszont ami Svédországban történt, az egy teljesen másik eset. Ott valójában nem arról van szó, hogy az a teszt az hamis pozitív eredményeket hozott. Ez egy PCR teszt volt, aminek az érzékenységi küszöbe egyszerűen másképp volt beállítva, mint annak a PCR tesztnek, amelyeket addig használtak. Tehát valójában, amikor az a teszt pozitív eredményt hozott, az nem volt hamis, hanem csupán kevesebb vírus számot mutatott ki, mint a korábban használt teszt. De ettől meg ez egy érvényes eredmény, nem hamis pozitív, csak akkor látszik hamis pozitívnak, hogyha a kevésbé érzékeny teszt eredményével hasonlítjuk össze. Tehát ez megint ugyanaz a problémakör, mint amit a New York Times cikk is feszegetett, hogy a teszteknek az érzékenységére oda kell figyelni, és érdemes lenne kvantitatívan tesztelni. Ez mit jelent egyébként? Ez azt jelenti, hogy nem csak azt kellene megmondani, hogy pozitív vagy negatív valaki, hanem hogy milyen arányban. Mennyi vírus van benne, mennyi vírus örökítő anyag van benne, és ennek alapján eldönteni, hogy hogyan kezeljék a továbbiakban az illetőt. Teszteljék-e újra, később, vagy pedig el lehet engedni, mint negatívat. Ugye az elsősorban dr. Gödény György gyógyszerész által alapított járványtagadó társaság kiadott egy olyan közleményt, amiben szintén itt a teszt kérdés kapcsán többek között azt is állítják, hogy sok esetben előre vírussal preparált tesztekkel találkozunk, illetve hogy tulajdonképpen ők is ugye ezt mondják a PCR tesztre, hogy a járványtani felhasználásra alkalmatlan, ezen előbbiről beszéltünk, de mondjuk ez, hogy sok esetben már a teszt az vírussal van preparálva, ez pontosan mit jelent egyáltalán? Én már magát a feltételezést sem értem, de biztos van, aki nálam okosabb. Én nem tudom, hogy ezt honnét vették. Ők két esetre hivatkoznak, ami az egyik Angliában történt, a másik pedig Tanzániában. Az Anglia esetre én nem találtam semmilyen forrást, úgyhogy nem tudom, hogy honnét veszik. A tanzániai történet az pedig úgy szólt, hogy a tanzániai elnök a tesztelő laboratóriumnak kiküldött bizonyos mintákat, amelyek között szerepeltek gyümölcsök, meg egy kecskéből vett minta, és hogy állítólag ezek a minták is pozitívak lettek. És ezt az elnök arra használta fel, hogy ezzel hiteltelenítse ennek a labornak a munkáját. Most ez nem egy megbízható hír, tehát eleve ugye Afrikából származó híreket fenntartással kellene kezelni, másrészt pedig valószínűleg arról van szó, hogy a tanzániai elnököt nagyon sokan támadták azzal, hogy nem megfelelően kezeli a járványt, és itt egy politikai torzsalkodás van a háttérben. Tehát valószínűleg ez egy olyan dolog, amit az elnök a saját népszerűségének a megtámogatására talált ki. Hát ilyen, hogy egy PCR teszt a vírussal lenne eleve preparálva, ez egy képtelenség, tehát ilyen nincs. Aztán az is egy állítás, hogy meghamisítják a teszteredményeket, és pénzen vásárolnak statisztikai adataikhoz covidos alanyokat. Egyébként ilyet én is hallottam, tehát volt, aki nekem azt állítja, hogy Romániában volt olyan, hogy valaki elhalálozott, és akkor azt kérték, hogy kap a család valami jelképes összeget, hogyha azt mondják, hogy koronavírussal fertőzött. Nyilván az ismerős ismerősének az ismerőse mondta, de hogy ilyen állítások szoktak forogni szintén a köztudatban. Ezt az utóbbit nem hallottam, ezt eléggé
hihetetlennek. És azzal indokolják, hogy mert hogy most már az az érdekünk inkább az országoknak, hogy magasabb fertőzésről számoljanak be, hiszen akkor több Európai Uniós és egyéb nemzetközi segélyt meg támogatást kapnak. Nem hiszem, hogy ez így van. Amit én hallottam, az egy amerikai történet, ahol azt állították, hogy az amerikai kórházok kapnak egy koronavírusos beteg után, hiszem, 13 ezer dollárt, és hogyha elhalálozik, akkor 39 ezer dollárt. De ez sem így van, ugyanis ez nem egy pénzjutalom a kórháznak, hanem itt azok a betegek, akiknek nincs más biztosításuk, ezeknek a kezelésére ad a Medicare rendszer egy összeget, ami a kezelésnek a költségeit fedezi. Tehát ez nem a kórháznak a pénzügyi érdeke, hogy ezt megkapja, hiszen ez a kezelés költségeit fedezi az összeg. De akkor elmondhatjuk, hogy az összességében a kórházaknak amúgy se érdeke, hogy tömeges koronavírussal fertőzött betegek legyenek az ellátórendszerben, ha csak ez nyilván nem szükséges, de hogy azért ez inkább pont, hogy kihívás elé állítja az intézményeket, nem? Így van, hát látjuk a hírekből, hogy mennyire túlterheltek ezek a kórházak, és hát ráadásul az egészségügyi személyzet számára is kockázatot jelent, hiszen nagyon sokan megfertőződnek a személyzetben is. Én nem hiszem, hogy bárkinek is érdeke, hogy minél több ilyen beteg legyen. A maszk téma ugye a következő ilyen nagy kérdés, és mielőtt így konkrétan a maszkról beszéljünk egy kicsit a Facebookról. Mert ugye a Facebookon naponta lehet olvasni egészen elképesztő, valósnak tűnő sztorikat, maszkviselésről is, meg minden másról is. És az a kérdésem, hogy kinek áll érdekében az, hogy ezeket a különböző ilyen történeteket így kitalálja. Mert én mindig azon gondolkodok, hogy most vagy ennek tényleg van valami alapja, vagy vannak valahol unatkozó emberek, akik gyártanak ilyen teljes káoszos összeesküvés elméleteket. Itt nem unatkozásról van szó, hanem ez tulajdonképpen ez egy iparág, az álhíreknek a gyártása. De nagyon sokszor az történik, hogy valaki létrehoz egy weboldalt, amire föltesz álhíreket, amelyeket ő talál ki, tehát teljesen légből kapott történetek. Viszont Facebookon nagyon jól lehet ezeket osztani, rengetegen rákattintanak, megosztják, és így az adott weboldalnak jelentős hirdetési bevétele lesz. Tehát ez egy gazdasági motivációs tevékenység. Ez egy pénzszerzés, és büntető is volt már Magyarországon is egyébként abból, hogy valaki ilyen álhíroldalt hozott létre. Mert ugye például a maszknál látunk ilyen különböző ábrákat, hogy míg mondjuk a flexelés ellen egy nagy plexi szemüveg, meg olyan maszkvéd, tehát felsorolnak egy csomó terméket, addig a koronavírus ellen vajon az egyszerű szájmaszk az hogyan tudna megvédeni, és akkor van, aki meg azt mondja, hogy a maszkviselés miatt szövődmények alakulnak ki, és attól betegedik meg az ember, és még Pepitában nagyon sokfajta ilyen híresztelés lehet hallani. Mi az igazság a maszkviseléssel kapcsolatban? Megvéd a maszk? Talán kezdjük itt. Ugye a maszkviseléssel kapcsolatban elég ellentmondásos üzeneteket kaptunk a hivatalos szervektől is, és ez egyik oka annak, hogy sokan kételkednek a maszknak a hatékonyságában. A WHO is eleinte nem javasolta, a magyar tiszti főorvos is eleinte egészségeseknek nem javasolta a maszkviselést. Valójában, ahogy egyre több mindent megtudtunk a koronavírusról, ugye kiderült hogy az egészséges, azok az emberek, akik fertőzöttek, de tünetmentesek, vagy azért, mert egyáltalán nem is lesznek tüneteik, vagy csak egy-két nap múlva lesznek majd tüneteik, ők is terjesztik a vírust. És ezért fontos az, hogy az egészségesek is hordjanak maszkot, és szoktak azzal érvelni, hogy a koronavírus az nagyon kicsi, és hogy egyszerűen átmegy a maszkon, ezért állítólag nem ér semmit a maszk, csak azt felejtik el, hogy a vírus az nem önmagában repül a levegőben, hanem apró folyadékcseppeken. Az esetek túlnyomó részében ilyen apró folyadékcseppeken utazik,
és ezeket a folyadékcseppeket viszont nagyon jól megfogja a maszk. Most persze az a szokványos sebészi maszk, vagy ez a házilag készített maszk, amiket hordunk, ez ugye ezen a szélén elég nagy hézagok vannak, ahol a levegő kibe tud áramlani, tehát ez befelé, a befelé jövő levegőt kevésbé szűri meg, viszont kifelé, a kifelé menő folyadékcseppeket nagyon jól megfogja. Tehát ezért ez mindkét irányba nyújt védelmet, de nagyobb védelmet nyújt a befelé, a kifelé irányba. Tehát leginkább az ellenvéd, hogy a maszk viselője másokat megfertőzzön. Ez már egy tudományosan nagyon jól megalapozott dolog, és most már a tudósok között is egy konszenzus kezdett kialakulni arról, hogy valóban természetesen nem 100%-os, de jelentős védelmet nyújt a maszk a fertőzés átadásával szemben. De akkor elmondhatjuk, hogy az az állítás, hogy rontja a súlyos krónikus betegek általános állapotát, ez így nem igaz? Természetesen vannak olyan betegségek, légúti betegségek, asztma, különböző tüdőbetegségek, ahol nem ajánlott a masznak a viselése, mert ott valóban ronthatja a betegnek az állapotát. Ilyenkor szoktak javasolni alternatívaként, például egy átlátszó arcmasznak a viselését, de hát ezek a betegek egyébként is speciális helyzetben vannak, és ugye attól, hogy őnekik nem javasolt a maszk használat, attól még a népesség, lakosságnak a túlnyomó része nyugodtan hordhatja mindenféle különösebb probléma nélkül. A maszk kapcsán egyébként ugye még az szokott felmerülni ilyen híresztelésként, hogy valójában ez az egész ez arról szól, hogy bizonyos gazdasági érdekcsoportok jól járjanak, és voltak olyan maszkgyártó cégek, akik előre felkészültek már erre a vírusra, beraktároztak a maszkokból, és most ezen valahol a háttérhatalmak ismét nagyon sok pénzt nyernek. Hát, ha visszaemlékszünk a tavaszi időszakra, amikor elkezdett a világban terjedni ez a járvány. Ugye hiányzik volt maszkból nagyon sokáig, jó néhány hétig, hónapig alig lehetett maszkot beszerezni. Úgyhogy én nem hiszem, hogy ez a jelentős előre való raktározás az igaz lehet. És általában véve is, hát ugye nagyon jelentős gazdasági visszaesést hozott ez a járvány, amit hát nehéz látni, hogy ez miért lenne bárkinek is érdeke. A másik ilyen nagyobb téma, és szerintem erről is fontos beszélni, az az oltás kérdés. Ugye nagyon sokszor az hangzik el, hogy az oltás az alapvetően azért lesz veszélyes, mert egyrészt, mivel nagyon kevés, és ez még az enyhébb változat, hogy mivel nagyon kevés idő áll rendelkezésre a tesztelésre, ezért nem tudjuk, hogy milyen mellékhatásokkal fog járni. A durvább változat az az, hogy nyomkövető is kerül az emberbe, és innentől látni fogják. Az egészen extrém változat az pedig mondjuk az, hogy kollektív tudathoz kapcsolják az emberiséget az oltásnak köszönhetően, és egy ponton túl majd aktiválni fognak minket emberi robotokká, és meg fogjuk semmisíteni a Földet. És az a durva, hogy ezeket nem iskolázatlan, vagy olyan emberek mondják, akik mindig tehát akik a legutolsó fake news-t is megosztják a Facebookon, hanem én látom, hogy komoly embereket is foglalkoztat ez a kérdés. Mi a helyzet az oltással? Igen, valóban fontos kérdés az, hogy egy gyorsan kifejlesztett oltás, hiszen itt most a szokásosnál sokkal gyorsabban kell oltásokat kifejleszteni, tehát a szokásos 5-7 év helyett itt egy éven, másfél éven belül szeretne sok gyártó oltást kifejleszteni. Ez valóban felvet biztonságossági kérdéseket, de vannak nagyon jó jelek ezzel kapcsolatban, hát éppen talán múlt heti hír az, hogy talán 9 nagy vakcinagyártó egy nyilatkozatot tett közzé, amelyben vállalták, hogy ezzel kikötötték azt, hogy ők nem halandóak kompromisszumra e tekintetben, tehát ők nem halandók a gyorsaság kedvéért a biztonságosságot feláldozni. Most az, hogy a vakcina fejlesztés normális esetben 5-7 évig tart, az nem feltétlenül azért van, mert
mert tényleg ennyi időt vesz igénybe a fejlesztés, hanem egyszerűen, mert kevés pénzből fejlesztik, illetve nincs nagy igény adott esetben a vakcinára. Tehát most más helyzetben vagyunk, tehát óriási pénzeket mozgattak meg most a vakcinák kifejlesztésére, és új technológiák is rendelkezésre állnak. Tehát attól, hogy mondjuk egy évben belül kifejlesztenek egy oltást, nem föltetlen azt, hogy egy kevésbé biztonságos oltás. Úgyhogy szerintem itt azért jó jelek vannak e tekintetben. És hát ami az összeesküvés elméleteket illeti, nyomkövetés és ehhez hasonlók, itt álhírekről van szó. Ugye szokták mondani azt, hogy Bill Gates szeretne egy csipet ültetni az emberekbe, amivel aztán vagy nyomon követi őket, vagy a tudatokat befolyásolja. Hát ezek képtelenségek, tehát ilyen technológia nem létezik, egy oltással nem lehet egy csipet például bejuttatni, mert nincs is olyan ismeretű csip. Voltak itt olyan álhírek, amelyek félreértésen alapultak. Van egy cég, aki gyárt olyan előre megtöltött fecskendőket, amelyeken csip van, de ez a csip, ez a fecskendőnek a külsején van, tehát ezt nem oltják be az emberbe, hanem egyszerűen olyan, mint egy vonalkód, és a beadáskor ezt leolvassák, és akkor tudják, hogy az adott oltás adag az hol, és mikor lehet adva. Aztán van egy másik technológia, amit szintén ide szoktak keverni. Ez egy miniatűr tetoválásnak tekinthető. Ez tulajdonképpen ilyen apró kis tűkből áll, amelyekben egy fluoreszcens festék van, és amikor valaki egy oltást megkap, akkor a bőrére rákerül egy ilyen kis jelzés, amit aztán egy UV-lámpával le lehet olvasni. De ez nyomkövetésre nem alkalmas, hiszen ez tulajdonképpen csak egy tetoválás, és ezt arra találták ki, hogy olyan fejlődő országban, ahol nincs normális számítógépes nyilvántartás, ott gyorsan meg lehessen állapítani, hogy valaki már megkapta az adott oltást. Tehát fejlettebb országban ezt nyilván nem fogják alkalmazni, de ott, ahol nincs más rendes nyilvántartás, ott ez hasznos lehet. De ennek semmi köze sem a nyomkövetéshez, sem a tudatbefolyásoláshoz. Hát ráadásul, ha már nyomkövetéstől beszélünk, én erre szoktam mondani, hogy akkor mindenki hagyja otthon a telefonját is, hiszen abban is van nyomkövető, és vélhetően sokkal többet hurcolja mindenki magával, mint amennyire fél mondjuk az oltás ilyen jellegű következményétől, de mondjuk itt meg azzal érvenek, hogy még a telefont azt le lehet tenni, meg el lehet hagyni, addig azt az oltást mondjuk nem lehet kivenni az embernek a testrészeiből. Ugye most azt mondja, hogy nincs ilyen technológia, de erre az összeesküvés elmélet hívők megmondhatják azt, hogy honnan tudja, meg mi van akkor, hogyha most vezetik be, meg egyebek. Tehát amikor mondjuk meg lesz a vakcina, akkor az kellően áttekinthető lesz, hogy milyen anyagokat tartalmaz? Vagy egy olyan valamit kell beadatnia majd magának az emberiségnek, amiről nem tudja, hogy pontosan mi? Hát én azt gondolom, hogy az oltásokat engedélyező hatóságok, azok egy nagyon komoly dokumentációt kérnek be a gyártóktól, és ebben részletesen le van írva az, hogy miből áll az oltás, hogyan fejlesztették, hogyan tesztelték, és persze, mivel ez egy oltás, azért bárki akár elemezheti is, tehát vesz egy oltás adagot, és tetszés szerint ellenőrizheti. Úgyhogy szerintem ez egy teljesen megismerhető dolog. Van olyan levélírónk, aki egyébként azt mondja, hogy nem összeesküvés elmélet hívőkről beszél, hanem komoly egészségügyi szakemberekről, orvosokról, virológusokról, mikrobiológusokról, epidemiológusokról, akik teljesen más állásponton vannak. Hogy látja, tényleg vannak olyan szakemberek, akik más állásponton vannak, vagy azok, akik ezeket az összeesküvés elméleteket, vagy a vírus relativizálását terjesztik, azok valójában inkább ilyen áltudományos emberek? Én azt gondolom, hogy mind a két eset lehetséges. Vannak olyan emberek, akik valójában nem szakemberek az adott témában, tehát például itt az orvosok azt tisztán látásért nevű mozgalomnak a vezetői,
ugye egyikük egy ortopéd sebész, másikuk természetgyógyász, harmadik egy gyógyszerész, tehát ők nem virológusok, nem járványtani szakemberek, de vannak olyan emberek is, akiknek valóban megvan a megfelelő előzetes képzettsége, és mégis a, hát hogy mondjam, a tudományos többséggel, vagy a konszenzussal szemben foglalnak állást. Például a német Szuharit Bagdi, ő neki valóban megvan az előzetes végzettsége, de hát ő egy nyugdíjas orvos, aki valószínűleg szeret szembe menni a konszenzussal. Szerintem emögött leginkább figyelemvágy van, vagy feltűnési viszketegség, tehát vannak, akik nyugdíjas korban ugye már kikerültek a szakmából, szeretnek magukra felhívni a figyelmet, és ezért fogalmaznak meg különböző vad állításokat. De azt hiszem, hogy az embereknek nem ezekre a kisebbségi véleményekre érdemes hallgatni, hanem a valóban aktív szakembereknek a konszenzusos álláspontjára. Illetve azért nagyon érdekes, hogy a magyarországi szereplők esetében pedig azért mindig megjelenik aztán a háttérben vagy egy termék, vagy egy videó, ami nézettséget akar generálni. Most legutóbb ugye például Lenkei Gábor tett közzé egy videót, amiben arról beszél, hogy nem kell félni, meg egyáltalán nincs baj, és mondjuk azért az ő esetében is tudjuk, hogy az ő vitaminjai, készítményei hát minimum kérdéseket vetnek fel a hatékonyságot, illetően ugye Gödény György esetében is azért azt látjuk, hogy bár nagy tudományos vehemenciával adja elő a mondandóját, de hát azért ő is már sok mindent megpróbált az életben, próbált kamupártot is alapítani, amivelnek a költségeivel például nem tudott elszámolni. Tehát hogy látja a magyarországi úgymond olyan szereplőket, akik most ugye a orvosok és egészségügyi dolgozók a tisztellátásért nevű szervezetbe tömörültek, vagy éppen koronavírus ellenes tüntetést tartottak? Igen, azt hiszem, hogy itt is mind a két eset előfordulhat, tehát valóban vannak olyan emberek, akiknél látunk potenciális anyagi érdekeltséget, amiért terjesztik ezeket a nézeteket, de van, ahol nem, tehát például ennek a mozgalomnak az egyik alapítója, Pócs Alfréd, nála én például nem látok pénzügyi érdekeltséget, viszont neki elég furcsa nézetei vannak, tehát ő például sámánként is szerepelt valahol, nem tudom, tehát többféle motiváció lehetséges, azt gondolom, nem mindig anyagi a motiváció van, amikor igen. Tehát valamikor ideológiai motivációja is igen. Lehet ennek. Hát nagyon-nagyon érdekes, amiket mond, és nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk. Reméljük, hogy a kedves hallgatók is megszívlelik a mostani beszélgetésben elhangzottakat, és reméljük, hogy még óvatosabbak leszünk az álhírekkel. Szilágyi Andrással, fizikus, biofizikussal, a Szkeptikus Társaság